Albajáró. Meglátjátok Linda szülinapján, ha kinyitja az ajándékomat, végre rájön, mennyire szuper vagyok. És akkor könyörögni fog, hogy velem járjon. Inkább tartsd meg a pénzed, meg se fog hívni a bulira. Dehogy is nem, rokonok vagyunk. Nézd az orrod elé, pippangadjú. Még te beszélsz, aki csukott szemmel mászkál. Az alvajárást gyakorlom. Alvajárást gyakorolsz? Ekkora marhaságot még nem hallottam. A legújabb kutatások szerint az alvajárás kihozza a zenialitást. Na persze. De, így van. Hallottam egy fickóról, aki álmában sportkocit csinált a régi tragacából. Egyik reggel felébredt, és ott állt. Na persze. A garáz előtt. Álmában csinálta? Igen. Volt, aki könyvet írt álmában. Meg átment a Niagara fölött kifeszített kötélen. És én is úgy raktam össze a lányt. Szabdámat. Amiről mindannyian tudjuk, milyen zseniális találmány. Még néhány kis szem igazítás, és kész. Tökéletes lesz. Hagyjál békén, az alvajárók csak bolondot csinálnak magukból mindenki elől, tudod? Na persze, te azt csinálod ébren is. Nagyon különös. A hold fényes nappal fent van. Pont úgy, mint 1934-ben. Ez bizonyára fontos jel. Hogy fontos jel? Babonás halandzsa, semmi más. Mintha nem lenne elég bajunk anélkül is, hogy mindenfélét kitalálnak. Gyerünk, vénkecske! Nagyon makacskecskéje van uraságodnak. Az biztos. Nagy baj keverő a hölgy. Remélem, hamar alvajáró leszek, hogy kész legyen a láncszabdám. Nem árt még gyakorolni. Mit csinál ez a Jerry? Ó, te jó ég, alvajáró. Csak úgy csinál. Hé, Jerry, bolondot csinálsz magadból. Egy kísértet van a hátad mögött! Hol? Tudtam, hogy csak csalsz. Én csak gyakorolok. Hé, de édi a pizamát. Nekem is volt egy ilyen óvisz koromban. Igen, tudod, mert na is te, csak a dilinyósok sétálgatnak ilyen lábukban. Csend legyen, és mars az ágyba, te is, Jerry. Nem szabad kisgyerekeknek az éjszaka közepén kint mászkálniuk. A fenébe. Ma szint Sammy a láncszabdában. Jerry! Mit csináltál a magas fehérje tartalmú sajtommal? Ez az új energiaétrend nem sarköve. Ide néz, teljesen tönkre ment. Frank, szörnyen nézel ki. Rosszul aludtál? Nem, anya, csak talán beteg vagyok, vagy mi. Csak meg akarod úszni az iskolát. Máskor tessék korábban lefeküdni. Majd ma este korábban fekszel le. Ne feledd, reggel korán kell kelni, hogy felköszönthesd Lindát. Gyerünk! Uh-huh! Ez az! Igen! Még mindig nem voltak képesek elrabolni. Várj, amíg megkapod az ajándékomat. Mi? Ajándék? Mit vettél nekem? Meg kell várnod a szülinapod. Miből gondolod, hogy meghív téged? Te! UFO! Na menjünk innen. Na látod, nem is akar meghívni bennünket. Kit érdekel? Így még jobb lesz. Az egész családom tortával és ajándékokkal fogja meglepni. És végül egy kis rózsa az én drágámnak. Milyen gyönyörű torta! Gyerünk, kifelé a konyhából. Kérlek, anya!
ez? Hol az almaborom? Valaki ellopta a mosott ruhát. Hívd a rendőrséget! Á, Gunnar, hívd a rendőrséget! Ellopták a vasárnapi ebédet! Ó, te jó ég! Hívd a rendőrséget! Ellopták a lazacos szendvicset! Anya! Vége a szülinapomnak! Ez felháborító! A rendőrség persze tehetetlen, mint mindig! Magunknak kell elkapnunk a hűtőszekrény fosztogatót, igen! Fosztogató? Tisztában kell lennünk vele, mivel állunk szemben. Az erdő varázslatos teremtményéről lehet szó, egy faunról vagy egy trollról? Egy faunról? Akinek patája meg pánzsipja van, de aranyos? Az én időmben ragacsos kátrányt tettünk az ajtó elé, hogy megláthassuk a patanyomokat. Hogy tényleg faun került-e a házba? Ki hallott ilyen badarságot? Nyilvánvalóan közönséges tolvajjal állunk szemben! Mindenki zárja be az ajtaját! Esetleg kellene egy csapda? Azonnal megy haza! Várj! Hagyd itt nekem a csapdát! Nem árt kipróbálni! És biztos, ami biztos, kátrányt is teszek az ajtó elé! A csapda! Elkaptam! Frank! Rettenetes volt! Megfagyott a vér az ereinkben! Egyenesen a hűtőszekrényig vezet! Benn a konyhában! Patanyomok! Mindenkinek tisztában kell lennie vele, hogy a természet elvarázsolt erői dolgoznak városunkban. A jelek világosak, a hold fényes nappal mutatkozik az égen, kiürített hűtőszekrények és most patanyomok, amiket ez a fiú hagyott. Ne tévesszenek meg senkit ezek a gyerektalpaknak tűnő lábvégződések. Tudják, a faun okos kislény, nappal elrejtőzik, hogy aztán éjszaka mindenféle huncutságot kövessen el, de nem bújik ám akárhová, nem. Minden lény közül a legártatlanabbat választja. A gyerekeket. Elég furcsán néz ki a pizsije ahhoz képest, hogy faunná változik és betör mások házába. Hé! Hey! Szóval ő ette meg a szülinapi tortámat. Frank! De az ágyom! Hol vagyok? Vald be! Te tetted tönkre a szülinapomat! Mostantól felejtsd el, hogy rokonok vagyunk! Szégyellem, hogy egy városban élek veled! Mi folyik itt? De nem csináltam semmit! Eresztetek el! Vigyázz, Linda! Ne felejtsd el, hogy faun! Rosszabb annál! Egy kullancs! Pizsama kullancs! Segíts a mafaun! Ti meg ha belehányod! Segíts, ez a pizsamafaun! Ez is a te hibád, Jerry! Ha nem kezdesz el halandzsázni a hülye alvajárásodról, akkor ilyesmi nem történik meg, tudod? Pizsamafaun! Azt mondom, csinálj valami, Jerry, de rögtön! Hidd el, így nem mész sehová. Azt ajánlom is. Van ott valaki? Ott van, Ni! Ott van, gyerünk, ott van! Jerry, ha elkaplak! De hát ez őrület. Attól, hogy valaki alvajáró, még nem egy mitológiai alak. Csak hogy van bizonyítékunk. Patanyomok. Egyértelműen patanyomok. Frank bajban van. Segítségre szorul. Patanyomok. Patanyomokat mondott? Igen, igen. Bocsánatot kell kérnünk. Hát itt vagy, te átkozott hűtőrabló. Gyere szépen, vénkecske, gyere szépen, hazamegyünk. Elnézést kérek a viselkedésért. Állj meg, te véntő! Állj! Gyere vissza! Tört
történt már valami? Úgy hallottam, a feldolgatás kihozza a zsenialitást. Nagyon vicces. Eresztetek le azonnal! Iskola újság. Lehetőséget kaptok rá, hogy saját iskolai újságot csináljatok. Újságírók lehettek, és felfedezhetitek az írott szó hatalmát. Akit érdekel, részt vesz egy versenyben, aminek a végén eldöntjük, ki vezeti az igazi újságot. Izgalmas, nem igaz? Iskola újság, az csak a könyvmolyoknak való. Igen, kivételesen igaza van. Ki az a fafej, aki ilyet akar csinálni? Senki más nem érdekel. Sose kapod el! Frank! Mit csinálsz te idekint? Nem leckét kéne írnod? Nem. Ez furcsa. Most beszéltem Linda anyjával, és azt mondja, hogy holnap lesz a nyelvtan dolgozat. Igen, de arra már tanultam, anya. Hát nagyon remélem. Nem szeretném, ha a tanárnő megint behivatna, mert rosszul állsz. Nyugi, anya! Nem fog! Frank, beszédem van veled. A dolgozatod katasztrofális. A legrosszabb az osztályban, megint. Nem látok más megoldást, mint hogy elbeszélgessek a szüleiddel. Ne, tanárnő, kérem, nem írhatnám inkább újra. Kérem. Nem, de adok még egy lehetőséget. Iskolai újságot akarsz csinálni? Kész, röhely! Ha nem, a tanítónéni behivatja a szüleimet, és akkor nem lesz zseppénz, és örökké otthon ülhetek. Én tudom, csinálj egy iszonyú rossz újságot. Vacca már, mi értelme van annak? Ha nagyon rossz lesz az újság, nem kell folytatnod, de a tanárnősze beszél a szüleiddel, mert a büntetés megvolt. Okos! Hát jó, de el ne szúrd! A következő két csapat nevezett be. A szerkesztők... Mérjen, Hilma és Marlon. Az újság címe olvasás és tanulás. Aztán Frank, Erik, Thomas és Jerry, és a cím kemény idők. Kemény idők? Nem lenne jobb a fa kemény fejek? Ja, azt hittem Frank megértette, hogy igazán a fa fejek közt van a helye. Ne aggódj, Frank, szólj, ha meg kell mutatni valamelyik betűt. Mintha bármiben is rád szorulnék. Oké. Csináljunk egy nagyon rossz újságot, nagyon rosszat. Nézzétek, unalmas hírek. Szia, bát! Ismert be! Nem zuhanyoztál torna után, igaz? Rászoktak? Oliver megint tudta az orrát, hát ehhez kell egy fénykép. Interjú a lámbaoszloppal, no comment. Resztelt máj ebédre. A múlt heti étlap csak a kemény időkben. Ez minden idők legrosszabb újságja. Kell valami középre, híresszék fotójával, mondjuk Dickpa bingózik, vagy valami. Ne viccelj, akkor minden öreg asszony imádni fog a városban, míg a tanárnő is. Ezt nem kockáztathatjuk. Na hát, köszönjük a beszélgetést, Mr. Johnson. Küldjük egy példányt, amit elkészült. Biztosan remek lesz, de írjatok valamit, ami felhívja az emberek figyelmét a boltomra. Interjú az apámmal? Hát persze, ő a város legbefolyásosabb polgára. Igen, úgy is mondhatjuk, hogy híres. Interjú híres emberekkel? Ó, mint az újságírók. Együtt buliznak híres emberekkel. Na hát, biztosan találkoznak olyanokkal is, mint Rostopeka vagy Mickey Lamar. Az újságírás a legjobb meló a világon. Azonnal lapot kell csinálnunk. Persze, érdekes, hogy az embert megismerik az utcán, de meg lehet szokni. Önt biztosan meghívják mindenféle megnyitó ünnepségre, igaz? A bőséges pletyka olvasói szeretnének többet tudni ezekről. Hát ott voltam Roy boltjának megnyitóján, és jól éreztem magam. De azon kívül nem sok helyen jártam, de most már igazán mennem kell. Köszönöm a beszélgetést, nagyon élveztem. Riportot csináltál Svini Gunnarssonnal a síbajnokkal? Igen. Vezércik lesz belőle a bőséges pletykában, a mi lapunkban. A ti lapotokban? Nem azt mondtad, hogy az hülyéknek való és idióták? Frank, neked fogalmat sincs semmiről. A média szupervilág, azt írsz, amit akarsz, és híres emberekkel találkozol. Rengeteg szaftos botrányról szerzünk tudomást. Sokkal jobb lesz, mint a ti lapotok. Igen, minden olvasót meg fogunk hódítani. Azt nem!
Senki sem fogja olvasni a ti vacak pletykáitokat. Majd meglátják a miénket. A kemény idők a király. Hajaj, és ha tényleg győz? Ne izgulj, senki se lesz kíváncsi a lapjára. Erről gondoskodunk. Álljatok le! Jó újságot kell csinálnunk! Győzni kell! Na és persze aztán kávézunk egy igazán jót, mert akkor kiválóan meg lehet ismerni a gyülekezetet. Érdekes, és mondd csak, hogyan csinálja azt? Tud néhány szaftos pletykát? Ejha, milyen szorgalmas riporterek! Szép munka, Frank! Úgy tűnik, az újságírás igazán nagy hasznodra vált. Tudja, én csak a kötelességemet teljesítem, hiteles képet igyekszem rajzolni városunk érdekes embereiről. Semmi esélyetek! És nektek se pancserek! Na nézd csak, cukor! Megkóstolhatom? Tessék! A vetétársak lehetnek kedvesek egymáshoz. Nézzétek! Frank a könyvkukacokkal beszélget! Szia, Frank! Itt a külön kiadás! Frank mindent bevall! Én vagyok a szörnyek új tagja! Itt a helyem! Nézd csak, nem Frank! A szörnyek új tagja! Most szóljatok hozzá! Így lejáratni engem! Semmi gond! Írunk valami klasszról, és az előzőt elfelejti. Igazán? És miről akarsz írni? Hát, például Tonyról. Na hát, csak nem a könyv, moly Frank. Azt hittem, most már azokkal a kis gyíkokkal játszol. Még nem is hallottad? Ez az új gyíkbanda. Sziasztok, kukacok! Ne felejtsétek a házi feladatot! Vészhelyzet, Frank! Tenned kell valamit! Gyorsan! Oda nézzetek! Ez nem könyv, moly dolog, mi? Itt a külön kiadás! Olvassa el! Pancser Frank megint pórul járt! Ez így nem megy! A lányok mindent tönkretettek! Lerombolják a hírnevünket! Na-na, csak a tiédet! Az én jó hírem a tiéd is, te fafej! Tennünk kell valamit, értsd meg! Én tudom mit! Azt mondod, mindenki megnézheti az iskolai fotógyűjteményt az igazgatónál? Igen, mindenki. Akkor indulás! Segíthetek? Szóval csak régi iskolai képeket szeretnék megnézni. Ó, értem. Ott vannak a szekrényben. Ott alul. Hőnyeremény! Na hát a kicsi Linda, jól emlékszem. Szegény mumszos volt. Ez az egy kép maradt, az anyja elégette a többit. Milyen célból kell ez neked? Éppen iskolai újságot szerkeztünk. Értem, de ne felejtsétek el a forrást. A forrást? A jó újságírás hagyományai szerint fel kell tüntetni, honnan származik az információ. Ezt a képet küldted be, amikor modellkedésre jelentkeztél. Jaj, ne! Ezt megkeserülik! Először is honnan szerezték ezt a fotót? A fotó az iskola archívumából van. Az iskola archívuma? Hát ketten kellenek a játékhoz. Ha harc, hát harc. Ha így folytatják, újság nélkül is győzünk. Kinyomtatták a dolgozatomat. Milyen ütődött vagy te, Frank? 20 válaszból egy jó. Hogy lehetsz ilyen ütődött? Egy tengeri malac agya van benne. Rendkívül nagy csalódást okozott, hogy az iskolai újságból személyes bosszú hadjárat lett. Mostantól Marlon, Marian és Hilma vezetik az iskolai újságot. Engem nem érdekel. Az iskolai újság a könyvmolyoknak való. Pontosan. Frank? Kijelöllek melléjük szerkesztő asszisztensnek. Minden idődben gyakorolni kell az írást és az olvasást. Nagy
nagyon utállak, tudod? Ez te hibád! Frank! Igaz, amit ebben az újságban írnak? 20-ból egy kérdésre tudtad a választ. Ez az utolsó eset, hogy hazudtál a leckéről. Mostantól minden délután otthon maradsz tanulni. Viszlát, Frank! Ezért még kinyomtatlak! Arra mérget vehetsz! Magyar hangok. Minárovics Péter, Szokol Péter, Várfi Sándor, Sesták Szabolcs, Madarász Éva, Mícs Ildikó, Orgován Emese. Magyar szöveg Csányi Zita és Katona László. Hangmérnök Hajzler László. Gyártásvezető Masol Ildikó. Szinkronrendező Mauchner József. A szinkront a Fox Kids megbízásából a Digital Media Services készítette.